Jó estét kívánok nézőinknek! Önök a Tatai Televízió napi híradóját látják szeptember 26-án csütörtökön. Tartsanak velünk ma este! Energiagazdasági konferenciát szerveztek az új kajakház ökoturisztikai központban. Kidobós versenyt tartottak a Jászmin utcai iskolában. Útfelújításnak és új parkolóhelyeknek is örülhetnek a tatai lakosok. Gerébi Ákos önkormányzati képviselő a Jászmin utcában szervezett utcai fórumot. Gyűrűs Károly képviselőjelölt kertváros fejlesztési terveiről szervezett utcafórumot. Energiagazdasági konferenciát szerveztek az új kajakház ökoturisztikai központban. Az idei rendezvény témája Magyarország gazdasági helyzete és kilátása, valamint a flow élmény fluktuációra adott hatásai. 2016 óta hagyomány, hogy Tata ad otthont a Gersoly Energiagazdasági Konferenciának. A rendezvény célja, hogy a vállalkozók a gazdasági és az üzleti világról egyaránt találkozhassanak érdekes információkkal, amit a piaci világban akár hasznosítani is tudnak, mindezt a legszakképesítettebb előadók segítségével. Az én előadásom a magyar gazdaság helyzetéről és kilátásairól fog szólni, nemzetközi beágyazottsággal, tehát megbeszélek arról, hogy hol áll Magyarország az Európai Unióban, fejlettség és növekedés tekintetében, illetve ami egy nagy kérdés, hogy milyen évek várnak ránk a következő időszakban, ezeknek a befolyásoló tényezőknek a helyzetéről fogok beszélni, és hogy melyek azok a teendők, amelyek a magyar gazdaság versenyképességét a közeli években javítani tudnák. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon, nagyon hasznosak. Viszonylag gyakran is veszek ilyeneken részt, és azt gondolom, hogy részben a résztvevőknek alkalmat ad arra, hogy egy kicsikét jobb kilátással bírjanak a magyar gazdaságra, nem csak a saját vállalatuk, vagy a saját ágazatuk helyzetét, sőt általában nagyon jó kis beszélgetések is szoktak lenni, amiből én is sokszor tanulok. Néhány kérdés az az eléggé központi, ami mindig foglalkoztatja az embereket, az adórendszer, például az adórendszer változása, ezeknek a hatásai, vagy akár az EU-s pénzeknek az elosztása, éppen hol állunk ebben a kérdésben. Gyakorlatilag mi a flow élményről, a szervezetfejlesztésnek az egyik módszertanáról fogunk mesélni, és arról, hogy a vállalatoknál a megtartást, a munkatársi élményt, az hogyan miként lehet azzal elősegíteni, hogy tudatosan gondolkozunk, tudatosan bánunk az emberekkel, megnézzük, hogy számukra mi a fontos, nekik mi az érdeklődési körük, mitől dolgoznak ott, és ennek megfelelően szervezzük a vezetést, és szervezünk különböző olyan beavatkozásokat, amik az ő elégedettségüket és a megtartásuk érdekében a teljesítményüket tudjuk majd növelni. Mi azt mondjuk, hogy tegyünk, dolgozzunk, kicsi lépésekkel haladjunk, de mindenképpen napról napra tegyünk azért valamit, hogy az emberek érezzék, hogy az ő tevékenység, az ő feladatok az fontos a cég számára, és azáltal, hogy ők a mindennapokban jól dolgoznak, azáltal lesz sikeres az egész társaság. Szerintem kaptak már sok gondolatot, sok ötletet, amit el tudnak magukkal vinni, aludni rá egyet, egy kicsit gondolkodni, és megpróbálni átültetni a saját maguk gyakorlatába. És azt is gondolom, hogy a beszélgetéseink, a kávézós és az utána következő beszélgetések lehetőséget fognak arra biztosítani, hogy hogyan tudják ők saját maguknak ezt továbbfűzni, ebben pedig szívesen leszünk majd segítségükre is. A családias hangulatú Jászmin utcai általános iskolában nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a gyermekeknek a kötelező oktatás mellett játékos programokat és sportversenyeket szervezzenek. Hagyományosan minden év őszén meghirdetik a kidobós versenyt, ahova nem csak Tata, hanem a környező települések alsó tagozatosait is várják. Több mint 110 kisdiák vett részt a Jászmin utcai általános iskola hagyományos kidobó versenyén. A vetélkedőn csapatonként 6 fiú és 6 lány vesz részt a harmadik, illetve negyedik évfolyamból. Mivel kisiskola vagyunk, ezért sportversenyek szervezésére a pályánk nem nagyon ad lehetőséget, csak ezt a kidobós játékot, amit nálunk a gyerekek nagyon szeretnek játszani, ezért itt szoktunk az osztályok között bajnokságokat rendezni, és azt gondoltuk, hogy ezt kiterjesztjük a város, illetve a város környék iskolák számára is. Tulajdonképpen mi azt szeretnénk, hogy egy jó játék legyen, természetesen van érem is aranyezüstbólhoz, illetve a nyertes csapat kap egy kupát, amit egy évig őrizhet az iskolájában. A városiskolái szinte mindig részt vesznek, az idei alkalommal a Fazekas utcai általános iskola nem tudott jönni, de eddig mindig részt vett, illetve most már a kistérségi iskolák is csatlakoztak ehhez a programunkhoz.
Úgy szoktuk összerakni a csapatot, hogy harmadik, negyedik osztályosokat várunk, 6 fiú, 6 lány, és 2 cserét szoktunk hívni még. Én azt gondolom, hogy nekik ez egy jó játék, nagyon élvezik, ilyenkor lejönnek mindig alánunk az osztályok is, és szurkolnak, transzparenseket készítenek, tehát mi mindig nagyon izgatottan várjuk ezt az eseményt. Most már készítjük is őket fel erre a versenyre, az összjátékra figyeljenek egymásra, hogy csapatjáték, nem egyedül kell megoldaniuk, tehát próbáljunk azért erre mindig készülni. Új aszfalt burkolatot kapott a Vértesszőlősi úttal párhuzamosan futó szervízút egy szakasza, amit át is adtak a napokban, a Pálóczi Horváth Ádám utcában pedig új parkolókat alakítanak ki. Következzenek a részletek. Hamarosan birtokba vehetik az újonnan épült parkolókat a Pálóczi Horváth Ádám út környékén élők. A területen régóta problémát okoz az autók parkolása. A probléma enyhülhet ezzel a fejlesztéssel. 2 évvel ezelőtt az időközi önkormányzat választáson, amikor bekerültem az Atai képviselőtestületbe, már akkor is nagyon sokan megkerestek az itt lakók közül, hogy nagyon sok az autó és nagyon kevés a parkoló. Már a Kazincbarcki úton is megvalósítottunk több parkolót, és igyekezzünk továbbra is fejleszteni azt a körzetet. Most hál' Istennek elérkezett ez az időpont, ahol újabb 16 parkolót tudunk, múlvás parkolót tudunk átadni, így sokkal rendezettebben tudnak itt parkolni majd az itt élő emberek. Szeretnénk ide majd a parkolók elé új fákat ültetni, hogy azok majd szépen felnövekedve árnyékot tudjanak adni az autóknak. Erre szeretnék majd egy programot hirdetni itt a lakóknak, hogy egy kicsit közösen tegyünk valamit a körzetén. Természetesen szeretnénk még folytatni a további parkolók építését itt a körzetben is és máshol is, viszont azért figyelni kell az egyensúlyra, a zöld területek egyensúlyára. Közlekedéssel kapcsolatos fejlesztés valósult meg a Vértesszőlősi úton is. A főúttal párhuzamosan futó szervízút egy részét már 6 évvel ezelőtt leaszfaltozta az önkormányzat, most pedig egy újabb szakasz újulhatott meg. Több mint 14 millió forintos beruházással egy nagyon korszerű és vízelvezetéssel rendelkező rendszer épült ki, aminek nagyon örülnek az itteniek, és azt tudom mondani, hogy az Erkel-Ferenc utca és az Üveges utca között most már megújult teljes mértékben a szervízút. Jó alapokkal rendelkezünk, vagy rendelkezik az út, mert betonozott rész volt. A szempontok azok voltak, hogy az ingatlanokra ne folyjon be a víz, hanem attól kifelé lejtsen az állami közút területe felé, ahol lesz majd vízelvezető árok. Szeretnénk azt is, hogy mindenki egy kicsit a útbekötését színvonalasan építse ki, amire már látunk jó példákat, és mögöttem is van egy nagyon szép kezdeményezés, ahol egy terülőtúját valaki nagyon szépen, igényesen körbekerített. Tehát úgy látszik, hogy az a minőség, amit tudunk produkálni, az másokra is jó hatással van. Szeretnénk azt is, hogy folytassuk ezt a felújítást továbbra is. A másik irányba is el kell indulnunk, ott is nagyon elromlott már ez a 30 éve épült szervízút, de más fejlesztési lehetőségek is vannak még itt út tekintetében Kertvárosban. Út, járda, parkoló, ez a sláger téma folyamatosan az elmúlt 5 esztendő alatt is. Ez volt a legfontosabb, egyik legfontosabb tényleg olyan fejlesztés, ami közvetlenül a házakat, a családi házakat, vagy a társasházakat érinti, és a családokat érinti. Örülök, hogy ebben is most sikerült megint egy kicsit tovább lépni. A sok kicsi sokra megy alapon. Az elmúlt 10 években durván 25 kilométernyi utat, járdát építettünk a városban. Ennek a folyamatos fenntartása a legfontosabb, hogy mindig legyen, minden esztendőben egy kicsi pénzünk legyen arra, hogy tovább tudunk menni az útépítésben, és hát ha egyszer lesz egy olyan lehetőség, és most reménykedünk abba, ugye, hogy a kisvárosi fejlesztési támogatási rendszer is elindul majd a modern városok vagy a magyar falvak kapcsán, a méretű városokban is, hogy közvetlenül nagyobb összeget is tudjunk költeni az önkormányzati utakra, mert az állami utak folyamatosan újulnak, lásd Bajj út, Vétesszőlősi út, a ciklus elején Komáromi utca kezdődik hamarosan, most már tényleg, ezek mind-mind állami beruházások, de az önkormányzat sem maradhat le, ezért igyekszünk mindig minden évben a költségvetésben kiszorítani egy akkora összeget, hogy látványosan, meg hát tényleg komolyabban is tudjuk ezt az infrastruktúrát is fejleszteni. Gerébi Ákos, az MSZPDK önkormányzati képviselője fórumon várta a tatai lakosokat. A rendezvényen a Jászmin utcát érintő közlekedésről és parkolásról is szó volt.
Gerébi Ákos a DK-MSZP önkormányzati képviselője tartott utcafórummal egybekötött lakossági fórumot a Jászmin utcában. Az önkormányzat 5 éves tevékenységét bemutató kiadvány tartalmi részét elemezte. Hétfőn sajtótájékoztató keretében mutatta be az önkormányzat az elmúlt 5 év történéseiről szóló kiadványt. Nekünk, önkormányzati képviselőknek, akik ellenzékben vannak, az a dolgunk, hogy azokat vessük föl, amik ebben nem szerepelnek. Közlekedés egy nagyon fontos, bennünket érintő téma. 2015-ben egy középtávú tervet fogadtunk el, ebben sokféle feladat szerepelt. 4 alapvető kérdéskör volt az újhegyi úttelkeknek a kialakításának a kérdése, a Kossuth tér rendezése, ami el is készült, az elmúlt időszakban igaz, hogy ez se fejeződött be teljesen, illetőleg 2 állami beruházás, ez az elkerülő út, már az M1 és elkerülő útja és a vasútnak a rekonstrukciója. Az Európai Uniós források, ha már megy, ezek Európai Uniós forrásokból készültek, az Európai Uniós forrásokhoz csatlakozó helyi feladatok, viszont elvonták a forrásokat az összekötő utakról, értek a lakóutaknak a fejlesztéséről. De legalább ekkora probléma egyébként a parkolóknak az ügye is, ugye az anyagban szerepel, hogy 800 parkoló épült, de ha nagyon összeszámoljuk a város beruházásába, ennek talán a negyede készült el. Gondot okoz az iskoláknál, a kórháznál, a Günther arénánál, a vasútnál, hogy erről el ne feledkezzünk, a parkolás, amit nagyon sürgősen meg kéne oldani. Szintén kiemelt projekt elem volt a kerékpárutaknak az építése, itt 2 kerékpárútról van szó, az Agostyániról és a Bajú útiról. Ezekhez megvannak a források egyébként, az utóbbi az állami beruházás volt, ezek is elmaradtak, áthúzódnak. Összességében a beszámoló ugyan forrásokról nem beszél, de testületülésen tárgyaltuk ezt az ügyet. Az önkormányzat vezetése szerint is mindegy 2,1 milliárd forint hiányzik, elmaradt beruházás volt. Én utána számoltam, ha a lakóutakat és hozzátesszük, akkor mindegy 3,5 milliárd forintra lenne szükség, de ezek a beruházások halaszthatatlanok. Ha azt akarjuk, hogy élhető legyen a város, akkor ezeknek a beruházásoknak is sürgősen neki kell állni. Választási híreink következnek. Gyűrűs Károly, a DK, Jobbik, MSZP, Momentum önkormányzati képviselőjelöltje ma délután Kertvárosba tartott utcafórumot. A rendezvényen jelen volt dr. Popovics Judit, az összefogás polgármester jelöltje. Programunknak egy nagyon fontos része a környezetvédelem, és itt mi nem csak a hulladékgyűjtő szigetek számának növelésére gondolunk, hanem a zöld területek megtartására és növelésére. Csak példának említem meg itt a nem messze lévő építők parkja parkolóját. Ha mi csinálhattuk volna meg, akkor mi úgy csináltuk volna meg, hogy annyi fát tartunk meg, amennyit csak lehet. Nem vágtuk volna ki az összes fát, és a fákhoz igazítottuk volna a parkolót. Ez egy kicsit fannosabb lett volna, árnyékosabb lett volna, ha 45 fokos szögbe rakjuk a gépkocsi megállóhelyeket, akkor szerintünk még több gépkocsinak lett volna itt férőhelye. A másik, amit megemlítenék, hogy ezt tényleg komolyan gondoljuk, van az 56-os fasor, amiből 13 fa mára már elpusztult, és fölajánlottuk a városnak, hogy ezt a 13 fát mi pótoljuk. Beadtuk az engedély iránti kérelmet, és hát nagyon reméljük, hogy el fogják fogadni. Ha el fogják fogadni, akkor mi el is ültetjük a fákat. A Kertváros lakóinak szimpatikus az a program részünk, hogy Tatának a zöld területét megőrizzük és növeljük, akkor szavazzanak Gyűrűs Károly képviselőjelölt társamra október 13-án és rám, mint polgármesterre, hogy tenni tudjunk Tatáért, mert Tatáért tenni kell. Célunk Kertváros hagyományának megőrzése és az élet minőségének javítása. Ehhez tartoznak az utak, járdák felújítása. Van olyan hely, ahol járda sincs, egyik oldalon sem. Október 13-án szavazzanak rám az összefogás jelöltjére. November 5-éig nyújthatnak be pályázatot a Burza Hungarika ösztöndíjra a fiatalok.
Tataváros önkormányzata ismét kiírta a pályázatot, amelyet hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára hoztak létre. Pályázatot nyújthatnak be azok, akiknek háztartásában az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg a 100 ezer forintot. A részletek Tataváros honlapján olvashatók. Folytatódik az ebösszeírás Tatán. Tataváros önkormányzata 2018. október-november hónapokban ebösszeírást végzett. Azok a tulajdonosok, akik ebben az időszakban nem tettek eleget bejelentési kötelezettségüknek, azok most pótolhatják. A bejelentést személyesen, postai úton, faxon, illetve elektronikusan is megtehetik. A részletek Tataváros honlapján olvashatók. Tárgyi emlékeket keres a Tatai Atlétikai Klub. 2020-ban ünnepli 110 évvel ezelőtti megalakulását a Tatai Atlétikai Klub, és ebből az alkalomból egy nagyszabású kiállítást szeretnének szervezni. A kiállítás anyagának összeállításához minden támogató dokumentum tárgy felajánlását szívesen fogadják. A részletekről Vámosi Lászlónál, a TAC elnökségi tagjánál lehet érdeklődni a 0630 941 34 73-as telefonszámon, illetve Vámosi László kukac t-kötőjel online .hu e-mail címen. Második alkalommal szervezik meg a Német Nemzetiségi Múzeumban a Bajor sör délutánt. Szeptember 27-én pénteken délután 4 órától várják az érdeklődőket a múzeum udvarán. Szeptember 27-én és 28-án a kutatók éjszakájához csatlakozik a Posztocki Károly Csillagvizsgáló és Múzeum. Szeptember 27-én este 7 órától várják az érdeklődőket. Először fizikai kísérletek, majd interaktív csillagászati múzeum szakmai tárlatvezetéssel. Végül távcsöves csillagászati bemutató lesz, derült idő esetén. Szeptember 28-án ugyanez a program vár az érdeklődőkre. Szeretettel várnak mindenkit. Szeptember 28-án 9 és 12 óra között a Magyari Zoltán Művelődési Központban várják az érdeklődőket. Hetet hét határon játszóházat szerveznek, amelynek a témája a magyar népmesék lesznek. Híradónk végén következzenek még egyszer mai híreink egy-egy mondatban. Energiagazdasági konferenciát szerveztek az új kajakház ökoturisztikai központban. Kidobós versenyt tartottak a Jászmin utcai iskolában. Útfelújításnak és új parkolóhelyeknek is örülhetnek a tatai lakosok. Gerébi Ákos önkormányzati képviselő a Jászmin utcában szervezett utcai fórumot. Gyűrűs Károly képviselőjelölt kertváros fejlesztési terveiről szervezett utcafórumot. Szeptember 26-án, csütörtökön Önök a Tatai Televízió napi híradóját látták, köszönjük figyelmüket. Maradjanak velünk, a folytatásban következik Közéleti Kerekasztal című beszélgetős műsorunk, amelyben a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaságról, valamint a Civil Napok programsorozatról lesz szó. Híradóval legközelebb holnap este jelentkezünk. Én köszönöm még egyszer megtisztelő figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!